A magyar gazdaság export teljesítményének csak kis része irányul az orosz-ukrán konfliktus piacaira, és ez lényegében az egész régióra igaz, így csupán külkereskedelmi szempontból lesznek várhatóan korlátozottak az orosz-ukrán háború negatív hatásai. Ahogy eszkalálódik a válság, és egyre kisebb a valószínűsége egy békés, mondjuk tűzszünettel véget érő megoldásnak, így egyre jobban fogunk belesodródni, és ez egyre inkább éreztetni fogja a gazdaságban minden területén a hatását. Minden egyes ember sajnos ennek érezni fogja a negatív következményeit. Ez elkezdődött már avval, például a Sberbank ügyfelei, akik nyilván 1000 euróig meg fogják kapni a bankban levő követeléseiket, de ez némi kellemetlenséggel jár, akár egy új számlanyítás, akár az, hogy napokig nem férnek hozzá a pénzükhöz. Az orosz piacokat elsősorban az esetleges árupiaci szankciók kivetése esetén veszíthetik el a magyar vállalatok, míg Ukrajna esetében a gazdasági összeomlásból fakadó drasztikus kereslet visszaesés esélye, illetve a gyárak bezárása fenyeget. Benne van az is a pakliban, hogy egész Európára egy gazdasági visszaesés köszönhet rá, amitől nyilván a magyar gazdaság bármennyire is jó helyzetben van jelenleg, nem fogja tudni függetleníteni magát. Talán jobban belelátok az autóipar helyzetébe, és ott már olyan hírek vannak, ugye Oroszországban zárnak be az autógyárak, talán kevesen tudják, de Ukrajna nagyon-nagyon jelentős autóipari beszállító, ahol ezek a gyárak szintén nem tudnak termelni. A szakember úgy fogalmazott, hogy a meghirdetett nyugati szankciók pontos tartalma ezen érdemben változtathat, ugyanakkor a nagyobb sérülékenységi csatorna az importnál, konkrétan az energiaimportnál mutatkozhat, hiszen a régió nagy része lényegében teljesen ki van téve az orosz olaj- és gázimportnak.